Formula Podcast, az Autósport és Formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com/formulapodcast. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figergő. Hiába próbált meg a Mercedes mindent, nem volt ellenszerük Max Verstappen ellen, aki a hazai közönség előtt karrierje egyik legfölényesebb és legmagabiztosabb győzelmét aratta. Erről, de nem csak erről fogunk beszélgetni a Formula Podcast Holland nagydíj kibeszélőjében. Nagy szeretettel köszöntelek titeket, én Gellér Figergő vagyok, és itt van velem a virtuális stúdió másik oldalán, egyenesen Zandvoortból, vagy annak közvetlen közeléből, Mészáros Sándor is. Szia, Sanyi! Szia, üdvözöllek, köszöntöm a hallgatókat. Hemstede a helynek a neve egyébként, egy szomszédos település Zandvoort mellett, egy nagyon kedves, kellemes kis hely, ahonnan viszonylag egyszerűen lehetett megközelíteni a pályát. Hát beszéljünk mindenekelőtt magáról a versenyről, amely, hát ha nem is volt az év legizgalmasabb futama, számomra tartogatott egy hatalmas élvezeti értéket a 36 év utáni első holland nagydíj, méghozzá azért, mert ugye a Formula 1 mellett ne az én szívemhez az IndyCar is nagyon közel áll, és amikor döntött kanyart látok, akkor én azonnal boldog leszek. Számomra ez volt az régi új helyszín legnagyobb különlegessége, a folyamatos oldalirányú dőlés, amivel meg kellett küzdeni a pilótáknak és az autóknak. És talán induljunk ki onnan, hogy összességében vasárnapra nagyon szépen hozzászokott a mezőny ehhez a meglehetősen különleges pályához. És ehhez a meglehetősen különleges kanyarhoz, amit engedj meg, hogy egy kis bombont elsütve eláruljam neked, hogy én ezt magamba elkereszteltem kutyatálra. Olyan hatást keltett, ahogy nézted oldalra, mintha egy kutyatálat nézni felülről, mert ugye még az IndyCarban ezek a döntött kanyarok, ezek orbitális, hatalmas nagyságúak, ez egy egészen picike kis cuki kis megoldás volt itt, és hát azt kell, mondjuk, hogy a savát borsát adta ennek a hétvégének, tehát nagyon régen vezetéstechnikailag nagyon régen nem szembesült a mezőny akkora kihívással, mint amekkora ez a kanyar volt. Tudod-e, hogy ki lett ennek a kanyarnak a legnagyobb mágusa? Hát ezt így hirtelen nem tudom megmondani. Akkor elárulom neked, Fernando Alonso. Képzeld el, ez kiszivárgott háttérbeszélgetésekből több mérnökkel, neveket sajnos nem mondhatok, beszéltem nem csak én, hanem a sajtóteremben portyázott több kollega is, hogy amikor neki mentek pénteken ennek az új pályának, hogy belőjék és bepozícionálják, akkor szemmel is jól látható volt, hogy mindenki mindenféle ívet megpróbált ezen a döntött kanyaron. Mindenki mindent kipróbált. Végül az tűnt a legoptimálisabb megoldásnak, ahogyan Fernando Alonso teljesítette ezt a kanyart. Az Alpinnál a két edzés közötti kiértékelésen megbeszélték, hogy Okon is kipróbálja a második edzésen. Szemlátomás gyorsabb is lett ezáltal, tehát javult az idő eredménye. Majd utána, miután ennek nyilvánvalóan nagyon hamar híre ment a mérnöki motorhomok zegzugaiban, hogy Alonso járt talán a legközelebb a helyes úthoz, akkor utána már mindenki igyekezett, aki tudtam és tehette, igyekezett azt az ívet követni. És ez gyakorlatilag elég nagy visszhangot keltett, hogy a visszatérő Alonso az ilyen magasra tette a mércét és leckét adott a többieknek. Mondjuk például a Mercedesnél Lewis Hamiltonnak nagyon meggyűlt a baja a döntött kanyarokkal. A Mercedesnek valami miért... A közvetítésben bemutatott különböző grafikonokon, hogy ezekben a kanyarokban ugye elég jelentős volt a hátránya Verstappennel szemben. De mielőtt rátérnénk az ilyen konkrét versenyszituációkra, vagy konkrét párharcokra, arról beszéljünk még kicsit, hogy itt a vasárnap olyan szokatlanul, vagy inkább azt mondanám, meglepően nyugis volt a maga a nagydíj. Azok után, ahány piros zászlót láttunk a különböző edzéseken,
Az a tény, hogy az egész nagy díj alatt egyetlen egyszer kellett a sárga zászlót belengetni pár másodpercre, az egy nagyon-nagyon meglepő dolog volt számomra. De valószínűleg nem voltam ezzel egyedül. Tudod, ki örült ennek a helyzetnek a legjobban? Biztos vagyok benne, hogy Max Verstappen. Michael Masi versenyigazgató. Ó, szegény, hát ő is. Nagyon régen láttam őt ilyen szinten felvidultnak egy ugye a verseny után mindig van vele egy ilyen kerekasztal beszélgetés, ahol lehet őt faggatni, de ennyire nyugodtnak már nagyon régen nem láttam, mint amilyen tegnap volt. Ki is mondta konkrétan, hogy nagyon nagy megkönnyebbülés volt, hogy ezúttal a verseny ennyire gyakorlatilag zavartalanul ment le, mint ahogy ezt most tegnap láthattuk. Ez nyilvánvalóan, ugye utólag a verseny után azért hallhattuk, hogy unalmas volt, meg nem volt annyira izgalmas, mint amilyenre számítani lehetett, de hát most ez van. Nem? Hát figyelj, az izgalmas versenynek, hogy azért ne kizárólag az legyen a definíciója, hogy törnek, zúznak az autók, vagy szakad az eső. Vagy piros zászló, meg sárga zászló, meg vitás helyzeteknek a tömkelege, ezért most ezt az árat fizettük, hogy volt egy viszonylag simán lebonyolódott versenyünk. Amelyen viszont azért nagyon szép párharcok voltak, és egy nagyon izgalmas taktikai csata volt a Mercedes és a Red Bull között, de talán nem is ezt a kifejezést, nem is ez a legpontosabb kifejezés erre, mert tulajdonképpen itt az történt, hogy a Mercedes próbálkozott, tényleg, mint malac a jégen küzdöttek, de a Red Bull annyira erős volt, és annyira összerakott volt az autó, a csapat és a Verstappen együtt, hogy itt tényleg a fejükre is állhattak volna a Mercedesék, akkor sem lehetett őket tegnap, vasárnap legyőzni. Talán az a legjobb szó, vagy az a legjobb kifejezés erről, hogy golyó biztosak voltak. Egész egyszerűen rendíthetetlenek voltak egész hétvégén a Red Bull garázsnak a Verstappenes része az egész egyszerűen rendíthetetlen volt ezen a hétvégén. Nagyon nehéz úgy küzdeni egy ellenfél ellen, amikor valaki ennyire stabil és ennyire összeszedett és ennyire rendben van náluk minden, de különösképpen még az is, hogy ugye űzi hajtja azt a bizonyos tábort egy jó 70 ezer ember a helyszínen. Ez nyilvánvalóan a mérnöki munkában meg a versenyzői munkában nem játszik szerepet, de akkor is teremtett egy olyan hangulatot, hogy én megmondom őszintén, hogy szinte félelmetesnek lehetett titulálni azt, ami ott van. Szoktuk néha emlegetni már közhelyszerűen, hogy a hangulat a lelátón olyan volt, mint egy futballmérkőzésen, de most a leintést követően, sőt már az utolsó egy-két körben, hát ez tényleg szó szerint olyan volt, vagy akár még olyan nap, mint amit egy óriási rangadón, nem tudom, egy EB-döntőn, egy VB-döntőn tapasztal az ember. Esetleg képzelni, milyen lehetett ezt a helyszínről megérni, mert ez a tévé előtt is hátborzongató volt ez a látvány. Képzeld el, hogy már a csütörtöki sajtónap is olyan volt, mint amikor egy futballmérkőzés előtt, mondjuk egy EB vagy VB döntő előtt gyülekeznek a szurkolók az aréna körül, majd ami gyakorlatilag ez a frenetikus és mindent elsöprő hangulat, ez pénteken kora reggel elindult. Én még soha életemben nem láttam olyat, hogy egy pénteki első szabad edzés előtt tömött lelátókon gyakorlatilag szambáznak az emberek. Picit olyan utánérzés volt ez, és ezt le is írtam a Formula Mondón. Én utoljára akkor láttam ilyet, amikor a 80-as években Senna a sikerei csúcsán Interlagosban versenyzett. Akkor lehetett ilyen jeleneteket látni ott, mint amit most ezen a hétvégén itt Zandvoortban. Hát én azt gondolom, ugye a futballban azt szoktuk mondani, hogy a közönség a 12. játékos. Nem tudom, hogy a formában mit mondhatunk, hogy a közönség micsoda, de hogy a plusz lóerő, azt hiszem. Legyen a plusz lóerő, és ez teljesen biztos, hogy nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy ilyen szintű energiával volt felvértezve Max Verstappen ezen a hétvégén. Igen, és hát ugye a két csapat közötti különbség, és akkor itt a csapatot vegyük egyrészt, tehát az autó, másrészt pedig amit a csapat ehhez hozzátesz a boxfalról, az most tényleg nagyon látványos volt. Menjünk kicsit vissza oda, amit beszéltünk itt Hamilton, már megpendítettük, hogy gondjai voltak a döntött kanyarokkal. Én úgy éreztem ezen a hétvégén, úgy az egészet egyben tekintve,
hogy Verstappen és Hamilton is teljesítmények között is látszott, érződött némi különbség, de összességében ezt a vereséget mégsem igazán tudnám Hamilton személyre vetni, mert itt a csomag volt egyszerűen ezen a hétvégén kevesebb. Nekem határozottan ez volt a benyomásom. Nem tudom, erről egyrészt Hamilton, másrészt Mercedesék mondtak-e valamit, hogy a fő különbséget mondtak. Mi jelentette? Mondtak. Gyakorlatilag kerekperec kimondták, hogy, és azt láthattuk is, hogy ebben az áldáz stratégiai küzdelemben, amit folytattak, tehát próbálkozás volt a Mercedes részéről, hogy ne lett volna. Tehát nagyon határozott koncepciójuk volt nekik arra, hogy mi lesz az az út, amin keresztül megpróbálják sarokba szorítani a Red Bullt, ha erre esélyük kínálkozik, de aztán a verseny, bár a pénteki szabadedzések alapján az analízisek azt mutatták, hogy a Mercedes versenytempója az talán elég lehet a Red Bull ellen, az szerintem nagyon szépen bebizonyosodott, hogy ez sajnos nem elég. A kvalifikáción is ott volt az a hajszál, amivel jobb volt a Red Bull, és a versenyen is ott volt az a hajszál, amivel jobb volt a Red Bull, viszont azzal határozottan jobb volt, már pedig amikor ez megvan, ahhoz nagyon-nagyon furcsa dolgoknak kell történni, hogy ki lehessen billenteni egy ilyen szinten stabil versenyzőt, mint amilyen Max Verstappen a komfortzónájából. Láthattuk, hogy megpróbálták, nem sikerült, hogy mi az oka ennek. Nyilván lehet a pálya karakterisztikáját emlegetni, viszont akkor lényegesen nagyobbnak kellett volna lenni a különbség. Azok az apró nüanszok, például a hármas kanyar. Azt, hogy a döntőben nem úgy viselkedett a Mercedes, mint ahogy azt ők szerették volna, ez biztosan nagyon sokat hozzátett. Egyébként méreható magyarázattal ők maguk sem tudtak szolgálni. Toto Wolfftól és Lewis Hamiltontól is annyit hallottunk, hogy ezen a hétvégén egyszerűen technikailag jobb volt a Red Bull. Punktum. Ugye Hamilton itt két körrel a vége előtt állt ki a boxba egy utolsó kerékcserére, meglehetősen, na mindegy, azért az egy pikáns sztori, ami ott lezajlott, majd egy gondolatra visszatérhetünk még rá, de hogy előtte, vagy úgy mondanám, hogy anélkül, a kiállás nélkül valami 5-6-7 másodperc lett volna köztük a befutónál. Nagyjából ez így reális. És ugye nagyon fontos, amit kiemeltél, hogy a különbség összességében mégiscsak kicsi volt a két versenyző, a 33-as és a 44-es autó között. Viszont az ő kettejük és az összes többi között egészen brutális. Jó, Bottas még ott volt valahol, de hát utána a teljes mezőny az beledarálva, méghozzá nagyon-nagyon keményen. Takartak leköröztek mindenkit, ugye a három élmenő. Bizony. És hatalmas, hatalmas különbség volt, és ugye itt úgy fogalmazhatunk, hiszen végül Verstappen győzött, hogy ez Verstappen és a Red Bull erődemonstrációja volt. De tényleg azért húzzuk alá, hogy Lewis Hamilton ott volt a nyomában, nagyon közel, egészen eddig az utolsó előtti körös kiállásig, és rákényszerítette Verstappent és a Red Bullt erre a kegyetlen durva teljesítményre. Viszont összességében azt mondom, hogy kicsit szomorú volt, ahogy a mezőny többi része az itt beletározva. Igen. Nem, nincs nagyon mit hozzátenni. Nem nagyon tudok mit hozzátenni. Egy dolgot mindenképpen érdemes egy picit kivesézni. Ugye már az időmérőn is látszott az, hogy nagyon szoros a küzdelem a két tábor között. Aztán amikor kialakult ez az első rajtsor, ami kialakult, hogy Verstappen a poleból jön majd, és Hamilton pedig mellőle, akkor nyilvánvalóan mindenkiben felsejlett Silverstone emléke, hogy akkor lesz-e tűzi játék, lesz-e összetűzés, lesz-e összecsapása. Lesz-e tűzi játék, vagy tűz? Vagy tűz. Igen. És akkor elkezdtünk szombaton ezután szaglászni, meg szimatolni egy kicsit jobban, mert már hallottuk az előző napon is, hogy hihetetlen, de igaz, Stefano Domenicali, a FOM elnök vezérigazgatója gyakorlatilag tartotta a két úriembernek egy kis litániát, hogy nem szeretné azt, hogyha ha rossz fény vetülne a világbajnokság, tehát a szezon hátralevő részében a világbajnoki küzdelemre, tehát kifejezetten kérte őket arra, hogy maradjanak a sportszerű keretek között. Fiúk, viselkedjetek. Igen, hogy ne ugorjanak egymásnak, mint kisborjú az anyjának. Ez egy érdekes adalék volt a hétvégén, hogy ilyen szinten gyakorlatilag meglettek simogatva felülről, hogy tessetek szívesek lenni viselkedni. Egyébként nekem összességében véve az volt a benyomásom, hogy mind a két srác nagyon korrekten hozta le ezt a hétvégét. Hamilton
tökéletesen tudomásul vette azt, hogy itt nem róla fog szólni a hétvége. Ugye nagyon sokszor éri őt az a vád, hogy ő imád a középpontban lenni, meg ő imád gyakorlatilag a reflektorfényben lenni. Nem is teljesen alaptalan. Egyáltalán nem alaptalanul, viszont ha valahol tisztában kellett lennie azzal, hogy itt bizony nem ő lesz a piedesztálon, akkor az itt volt. És ezt nagyon szépen le is kezelte ezt a helyzetet. Nagy röhögéssel fogadta mindenki, amikor megjelent csütörtökön tetőtött a Pink narancssárgában. ezen még volt olyan pillanata a hétvégének, amikor facipőt is húzott egyébként ugye az a helyieknek a népviselete, de hogy azért, hogy éreztessék azt, hogy nincs ő magára hagyva itt az oroszlán barlangjában sem, ugye volt ez a bizonyos áthúzás a pénteki nap folyamán, amit egy rajongó finanszírozott meg, amikor egy üzenetet hurcoltak körbe egy kis repülőgéppel a pálya felett, ami őt méltatta. Ez azért az benne volt, hogyha adott esetben elharapóznának a dolgok, akkor legyen neki is mire hivatkozni, de összességében véve nagyon szépen lehozták ezt a hétvégét ilyen tekintetben, és szeretnék egy piros pontot beírni a holland közönségnek is. Mert direkt füleltünk, nem volt fújolás, nem volt semmilyen olyan megnyilvánulás, aminek nincs helye egy ilyen sporteseményen. Nagyon szépen megtapsolták, szó szerint éltették Hamiltont is. Nem úgy, mint ahogy azt a saját szurkolótábora teszi, de nagyon tisztességesen és nagyon sportszerűen viselkedtek a holland szurkolók. Ez nagyon fontos. Na, tényleg elismerés a holland szurkolóknak, mert nagyon jó, amikor van egy szurkolótábor, amelyik megmutatja, hogy ezt normálisan is lehet csinálni. És akkor itt nem menjünk bele mindenféle áthallásokba, hanem még egy dologba menjünk bele. Fogunk még róla beszélni ma egészen más kontextusban is, de most egyelőre beszéljünk egy kicsit Valtteri Bottas leggyorsabb köréről, amit úgy 3-4 körrel a futam leintése előtt ért el. Valószínűleg mindenki tudja, hogy miről beszélek. De aki mégsem, ugye itt mi történt? Az történt, hogy Bottas kiállt pár körül a végén ott kerékcserére, addig Hamiltoné volt a leggyorsabb kör, és az egy pont. A rádión többször figyelmeztették Bottast, hogy meg ne fussa a leggyorsabb kört, és vegye el ezzel Hamiltontól a leggyorsabb kört. Aztán Bottas belilult, bármint a köridejei belilultak, és elvitte a leggyorsabb kört. Aztán persze kijött Hamilton, és visszavette magának. De, Sanyi, mi volt ez? Kiderült-e, hogy mi történt ott pontosan? Szembeszegült-e Bottas a csapattal, vagy nem? Elsősorban erre lennék kíváncsi. Én most nem mondok erről semmit, jó? Hagy csigázzuk egy picit a hallgatót azzal, hogy az adás későbbi részében ejtünk erről szót. Akkor viszont következzenek az állandó díjaink. Mindenek előtt a Best Followers külön díj, azaz a hétvége legjobbjának járó külön díj, amelyet a Formula Podcast Facebook csoportjának hallgatói ezúttal alig ha meglepő módon Max Verstappennek szavazta meg, aki egy igen komoly előnnyel, igen komoly különbséggel előzte meg Pierre Gaslyt a szavazásunkon. És hát az a helyzet, hogy ezzel ismételten nem nagyon tudunk vitatkozni, és nem is akarunk, hiszen a hétvége legjobbjának mi magunk is Max Verstappent találtuk. Ugye Verstappen méltatásában már elég alaposan belementünk, úgyhogy túl sokáig nem fogunk már itt időzni nála, de ugye emeljünk ki még egy-két dolgot. Én például kezdeném azzal, ugye nagyon fontos, hogy Max Verstappen visszavette a vezetést a világbajnokságban, ezt mindenképpen alá kell húzni, ismételten változott a VB éllovas személye, és Verstappen egy igen jelentős mérföldkövet is elért ezen a hétvégén, hiszen az ezredik élen töltött versenykörét is teljesítette már. És azért ez egy nem kicsi szám. Azt fogalmazzak így, hogy ez nem egy olyan kicsi szám, ez az 1000 versenykör. Ezzel egyébként a Formula 1 történetében azért az első 10-be még nem fér oda. Ehhez egészen pontosan 1600 kör szükségeltetik, de szépen jön fölfele ezen a ranglistán is. És hát nyilván ami a kulcsfontosságú számára, amellett, hogy ismét ő a VB lovás, amellett, hogy egy elég kemény pofont odapakoltak
ő és csapata együtt Mercedeséknek, az, hogy 36 év után tért vissza ez a helyszín a naptárba, és ez biztos, hogy bármilyen más eredmény egy nagyon keserű szájízt eredményezett volna számára. Én azt szeretném kiemelni, hogy az én olvasatomban ez a hétvége, ez ennek az új Verstappennek a tökéletes megmutatkozása volt. Ugye én idén már többször is hangsúlyoztam azt, hogy most már azért tavaly is nagyon szépen kidomborodott ez, de idén is szépen és nagyon jól látható, hogy gyakorlatilag a fiatal embernek benőtt a fejlágya. És ez most már azért kezd átcsapni egy másik dimenzióba is. Kezd átmenni még ez a benőtt fejelágyú Verstappen, ez most már kezd a teljesen érett, és a nagy dolgok végrehajtására is felvértezett Verstappenné válni. Tehát egy ilyen hazai verseny, amit ennyire várt már a helyi közönség, meg a helyi emberek, ez azért több versenyzővel az évek során többször beszélgetve, ezt mindenki azt mondja, hogy a hazai nagy díj, az sokszor legyintünk rá, hogy hát ugyanolyan, mint a többi, de valójában azért az emberben benne van a bizonyítási vágy sokszorosan. És ő ezt nagyon szépen megugrotta, ezt a küldetést, teljesítette a küldetést gyakorlatilag. Nagyon sokan úgy nyugtázták ezt, hogy oké, ha ezt meg tudta csinálni, akkor innentől fogva tényleg nincs más hátra, mint az, hogy meg kell gyerni a világbajnokságot. És ez akár látva azt a verseny utáni órákban, hogy milyen lelki állapotban volt a Verstappen, én akár azt is mondhatom, hogy ez adhat neki egy olyan inspirációt, egy olyan löketet, egy olyan spirituszt, ami a szezon hátralevő részére további energiákkal vértezheti őt fel. Úgyhogy én nagyon kíváncsian várom, hogy a szezon hátralevő része hogy alakul a Verstappen számára, különösképpen annak fényében, hogy Christian Horner csapatfőnök azt nyilatkozta, hogy bár Spa is és Zandvoort is be lett húzva, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy a következő két verseny az ő olvasatukban az Mercedes felségterület lesz. Szocsi is, és Isztambul is, ami ugye papíron valóban így van, aztán majd meglátjuk, hogy a valóságban ebből mit tud kikapirgálni magának Verstappen. Előtte viszont ugye itt van még ennek a tripla hétvégének a zárása, Monza, ahol ugye... Ami szintén Mercedes territórium. Amit hát szintén igen, Mercedes territóriumnak titulált Horner. Frappánsan át akartam kötni Monza kapcsán a hétvége meglepetésének választott versenyzőre. A hétvége meglepetése ezúttal Pierre Gasly Alfa Tauria. Méghozzá így egyben mondanám, nem csak Pierre Gasly, hanem az Alfa Taurinak az a fele, amelyben Pierre Gasly üldögélt Tsunodát, azt most egy elnéző félmosolyal rendezzük le. De ugye mi történt itt? Az történt itt, hogy az Alfa Tauri, legalábbis Pierre Gasly Alfa Tauria volt a harmadik legerősebb autó ezen a verseny hétvégén. És az, hát minket semmiképpen, mert hogy minket kettőnket semmiképp sem lep meg, hogy Pierre Gasly önmagában, hogy ő mennyire zseniális formában van gyakorlatilag, nem is tudom, másfél éve legalább. De az a tény, hogy itt az Alfa Tauri erőből ott volt, gyakorlatilag a Mercedes mögött ők következtek az erős sorrendben, hát az nagyon durva. Igen. Megsüvegelendő teljesítmény. És én amondó vagyok, hogy a kettő egymás nélkül nem biztos, hogy tud működni. Persze, nem véletlen fogalmaztam így, hogy Pierre Gasly Alfa Tauria. Igen, igen. Olyan szinten teljesít Gasly, amire most már egyre többen mondják azt, hogy ez tényleg élvonalbeli teljesítmény. Tehát erre már nem lehet azt mondani erre a sorozatra, hogy akkor ez csak úgy van, meg csak szerencséje van, meg csak ez csak az, ez egy kőkemény teljesítmény van mögötte. Én amondó vagyok, és tavaly is, ugye nagyon sokszor dicsértük őt, még szoktunk is kapni a pofánkra miatt, hogy ajnározzuk Gaslyt, de valami egészen elképesztő formába sikerült neki lendülnie a tavalyi év elején, ami kisebb-nagyobb megingásokkal azért ez a lendület, ez még mindig vele van. Pusmorgás light rovatunk következik, még mielőtt valaki azt hinné, hogy hát ha megtörténik az, hogy mégis valami isteni csoda folytán valaki behúzza magához valamelyik élcsapat, ez nem fog megtörténni. Napokon belül érkezik majd a bejelentés
az Alfa Tauritól annak vonatkozásában, hogy mindkét versenyzőt megtartják. Ez volt a legutóbbi információ velük kapcsolatban, mert ezt most már mindenki föltette magának ezt a kérdést, hogy kiváltképp, majd ha áttérünk a szezon csalódás, vagy a verseny csalódása kategóriára, ezt most itt hagy ízelítőként hagy vázoljon fel, hogy Checo Perezt választottuk a hétvégi csalódására, ugye azért egyre többen fölteszik a kérdést, hogy rendben van, hogy most hosszabbítottak szerződést a Perezzel, de ez a hétvége, amit most produkált, ez most megint nagyon csúnya volt. Rettenetesen csúnya. És hogy egyre többen kérik számon Helmut Márkót, egyre többen kérik számon a Red Bull családot, hogy miért nem lépik meg azt, hogy visszaültetik Gázlit a Verstappen mögé, vagy Verstappen mellé, bocsánat. De nem, mert Freud ilyen szólás. Freud ilyen szólás volt, igen, mert valószínűleg mögé ülne be, mert az ismert okok miatt, de nem, ez minden egyes alkalommal azt a választ kaptuk, hogy Gázlinak az Alfa Taurinál van a helye, sőt, ők inkább azt szeretnék, hogyha az Alfa Tauri profitálna még többet a Gázli féle lendületből, és ez az önálló arculatépítési folyamat, ami tavaly elkezdődött ennél a testvércsapatnál, ez vele együtt emelkedne magasabb szintre az elkövetkező időszakban. Tehát Gázlinak ott van a helye, egyelőre úgy tűnik, hogy ebből a békjóból nem tud kiszabadulni olyan helyre, hogy magasabb szintre tudjon lépni. De kétségkívül elképesztő az, amit teljesít. Ez így van, és ugye most fogunk majd megérkezni az ő legnagyobb hőstettének, a futam győzelmének a helyszínére. Hát ha már megpendítetted itt a hétvége csalódását, akkor beszéljünk róla. Fájó szívvel és vérző szívvel mondom azt, hogy Sergio Perez. De hát igen, ugye Perezt itt valami számomra kicsit nehezen értelmezhető oknál fogva a napversenyzőjének választotta meg a Formula 1 nézőközönsége. Hát lelkük rajta. Tudod, mi ebben az érdekes? Igen. Hogy mindig azt választja a Formula 1 közönsége a verseny legjobbjának, aki valamilyen ok miatt hátra kényszerül a mezőnyben, hátulról kénytelen előre törni, és valamennyire sikerül előre jönni. Általában azok az emberek szokták kapni a napversenyzője díjat. Hát nem? Például nem mindegy, hogy milyen okból kerülsz oda. Igen. Igen. Ezt fejtsd ki, légy szíves, hogy milyen okból került oda. Ugye Sergio Pereznek tehát nagyon-nagyon csalóka az a kép, hogy volt itt neki egy rajtbüntetése, mert ez önmagában egy tény, hogy volt neki egy rajtbüntetése. De hát ugye előtte volt egy iszonyatos időmérője, és ugye az, hogy ő végül box utcai rajtra, vagy rajtot választottak, vagy arra kényszerült, ahogy tetszik, ezzel ő gyakorlatilag, ha jól számolom, akkor 2 pozíciót bukott összesen. Tehát azért itt alapvetően mégiscsak a Q1-es kiesés az, aminek következtében ő a mezőny végéről kellett, hogy induljon. Aztán, ha ez nem lett volna elég, ugye az első etapjának viszonylag az elején ő szanaszéjjel fékezte az abroncsait, és nem, most nem írtam ki magamnak, de hát egy ilyen 6.-8. körbe kellett kijönni a kerékcserére, ugye? Valami rendkívül az elején, és akkor ismételten el lehetett kezdeni visszajönni a mezőny végéről. És nagyon-nagyon szép, hogy ő föl tudott jönni a 8. helyre, de könyörgöm, ez az autó, ez jelenleg a mezőny legjobb autója. A holland nagydíj hétvégén egész biztos, hogy a mezőny legjobb autója volt. Ez a Red Bull. És én miközben a csapattársad egy ekkora diadalt arat, amit itt ecsetelgettünk, az, hogy te a mezőny végéről, ahova saját hibádból kerültél, kétszeresen, egyszer a Q1-es kiesés, egyszer ez a brutális elfékezés egy ház ellen. Tehát tényleg egy Red Bull-lal egy ház ellen úgy kell küzdeni, hogy széjjel fékezed a jobb elsődet? Nem áll. Én nem tudtam hasra esni ettől a teljesítménytől, hogy ő aztán föl tud jönni a 8. helyre, és mondom mindezt úgy, hogy állandó hallgatóink tudják, hogy én nagyon-nagyon kedvelem Perezt kimondottan. Azt mondhatom, kimondottan talán a kedvenceim közé tartozik, de ez most így jaj. És most már azért nem az első, tehát a múlt hétvégén ugye Spában persze védhető volt az, hogy ő ott megcsúszik a vizes pályán, mert más is csinált már ilyet, hogy a kivezető körön megcsúszik a vizes pályán, de ott is volt baj. Nem a
nem az első alkalom mostanában, hogy kínos teljesítmény nyújt. Ja. Én magam mindig a védelmembe veszem Perezt, és próbálom a pozitívumokat látni a történetben, de most valahogy, megmondom őszintén, az egész hétvégét látva, meg végighallgatva minden egyes alkalommal, amikor beszélgetni lehetett vele, én valahogy egy picit elveszettnek látom. Ugye általában ilyenkor szerződés hosszabbítás után egy picit megkönnyebbülnek az emberek, és ő maga is azt mondta, hogy végre akkor a szezon hátralevő részében gondtalanul foglalkozhatok a munkával, és egy picit elveszettnek láttam, mert igazándiból nem volt egyértelmű magyarázat arra, hogy mi az oka annak, hogy küszködik, mint malac a jégen. Ugyanakkor, hogy mennyire súlyos probléma ez, az, hogyha rápillantunk a konstruktőri tabellára, ugye Verstappen ezzel a két hétvégével visszavette a vezetést a ponttáblázaton, 3 ponttal megy Hamilton előtt. Viszont ha a konstruktőri tabellát nézzük, ott 344,5 ponttal vezet a Mercedes a 332,5 pontos Red Bull ellen. Tehát itt azért nagyon-nagyon szépen kidomborodik az a hiány, ami abból származik, hogy a Perez nem hozza az utóbbi időben azt a teljesítményt, amit kellene, hogy hozzon. Ez egy nagyon súlyos probléma. Én egyelőre nem látom azt, hogy mi lesz az, ami őt kivezeti ebből a labirintusból, amibe belekeveredett. Egyes források azt mondják, hogy így, hogy a szerződés ez már megszületett, megpróbálja kifacsarni azt, amit ebből még ki lehet facsarni a szezon hátralevő részében, és akkor utána majd jön 2022, amikor talán nagyobb esélye lesz arra, ugye új építésű autók, új szabályrendszer szerint épült autók, hogy hát ha akkor egy kicsit jobban föl tudja majd venni a ritmust. Mentségére szóljon az, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy belecsöppent ebbe a világba, ami Max Verstappenről szól. Ezzel nem lehet mindig érvelni az idők végezetéig, mert nem lehet érvelni ezzel, de tény, hogy Max Verstappen mellett legalább annyira borzalmasan nehéz érvényesülni, mint Lewis Hamilton mellett. Jó, de mégiscsak azért mielőtt tovább mennénk, azt hangsúlyozzuk, hogy a Steyr nagy díjig, amely mondjuk a szezonnak hát több mint az egyharmada, addig azért ment ez a szekér annyira, amennyire, tehát egy elfogadható szinten. Folyamatosan negyedik hely, harmadik hely, egy-két ötödik hely, de az talán még azt mondjuk, hogy belefér, de azóta ugye Ausztriában ott volt a nagy lögdösődések, ugye az volt az osztrák nagy lögdösődések futama, utána Silverstone homály, Magyarországon kilökték szegényt, de hát ugye emlékeim szerint a kvalifikáció az ott se volt túl izmos. Nem most félrebeszéltem, bocsánat, ott az ébrendben volt, de ugye ott aztán kilökték a rajtnál. Belgiumban ugye történt, ami történt a kivezetőkörön, most ez. Tehát, hogy így, ez már lassan egy tendenciával válik, hogy nem megy. Ahhoz még szerencsére elég hosszú a szezon, hogy ezt még vissza lehessen hozni, mert összességében mondjuk úgy, hogy szintén nem csúcsformában lévő Valtteri Bottasszal szemben a bajnoki harmadik helyet mondhatni, hogy illene megszerezni. Arról nem is beszélve, hogy most megint Lando Norris mögött van Perez a tabellán. Na, jó, akkor menjünk tovább oda, hogy a hétvége pillanata, és egy másik szívemnek igen kedves személyről beszélgessünk. De ugye ennek fölvezetéseként azért emlékezzünk meg arról a személyről is, akinek a koronavírus fertőzéséből kiindult az egész. Ugye Kimi Räikkönennek hát több mint érdekes hete volt a múlt hét, hiszen azt megelőzően, hogy ő egy COVID-teszt miatt, pozitív COVID-teszt miatt nem vehetett részt a Zandvoorti hétvégén, ugye emellett egy nagy, sokkal fontosabb dolog is történt Kimi Räikkönennel, hiszen bejelentette a visszavonulását. Hogy ebből mi következik, azt lásd később. Most viszont beszéljünk arról az emberről, aki a helyére ült. Hald később, maradjunk ennyiben. Na, ki került el? Kezdem a sztorid. Szombat reggel, csomagolás, pakolás, indulás ki a pályára, autóba beül, nagy gáz, kis szerencse, első sarkon pittyeg a telefon, ugye,
Nem szép dolog ilyet csinálni, de az ember azért fél szemmel vetett rá egy pillantást, majd azonnal nagy fék. Mit csinál? Üzenet neked továbbítva. Ugyanis az üzenetben az szerepelt, hogy Kimi Räikkönen pozitív Covid-tesztje után nem vesz részt a hétvége hátralévő részében. Nem nagyon volt időnk elbékedni azon, hogy kifoglalja el a helyét, ugyanis pillanatokon belül jött a válasz is, hogy Robert Kubica. A helyszínen tartózkodott ez a remek ember, úgyhogy bár ő maga sem gondolta volna, hogy ilyesmire sor kerül, és ezt el is ismerte a szombati nap végén, de mégis bekövetkezett, és újra lehetőséghez jutott a Forma 1-ben versenyzőként Robert Kubica, aki összességében véve azt figyelembe véve, hogy tényleg a semmiből jött ez a lehetőség, én azt gondolom, hogy egy nagyon szép teljesítményt tett le az asztalra. Így van, vagy nem így van? Egyet értesz velem? Egyet, hát teljesen rendben volt ez a produkció, úgyhogy nagyon hirtelen kellett beugrani a minimális gyakorlással kellett teljesíteni az időmérőt, és önmagában az a tény, hogy ő nem lett utolsó az időmérő edzésen, az már kalapemelést érdemel, ugye a körülményeket ismerve, hát azért majdnem 2 éve volt, mondjuk 21 hónapja volt, hogy ő utoljára Formula 1-es versenyhétvégén éles sessionön, tehát időmérő futamon szerepelt, és van pár pillanatod rákészülni, majd menni kell. Emlékezzünk csak vissza, ugye a 3 tavalyi beugrása közül egyszer még Hülkenbergnek is beletört ebbe a bicskája, mert kvalifikált ő az utolsó helyre, amikor ilyen nagyon hirtelen kellett beugrani. Pedig hát, na. Nagyon aranyos. Hülkenberg. Nagyon aranyos volt a sztori, ahogy felvezette Kubica. Azt mondta, hogy amikor szombaton reggel 6 óra tájban csörgött a telefon, azt mondta, hogy az a telefonja az a hotel szobának egy ilyen külső részében volt lerakva. Azt mondta, hogy amikor hallott, hogy csörömpöl a telefon, ő inkább átfordult a másik oldalára, mert azt mondta, hogy ez olyan szinte szürreálisnak tűnt, hogy neki ott valami dolga van, hogy az ami hihetetlen. De azt mondja, hogy a másik telefonjára érkezett egy üzenet Fred Vasseurtől, azt mondja, hogy arra már kiugrott az ágyból, és fölkapta, mert megijedt, hogy ugye ezek úgy működik, hogy a PCR tesztet elkészítik egyik nap, majd másnap a 6 és 7 óra között kapjuk az eredményt ezen a bizonyos applikáción keresztül, amit a Forma 1 alkalmaz. És azt mondta, hogy rettenetesen megijedt, mert azt hitte, hogy ő maga covidos. Aztán arra már kiugrott az ágyból, megnézte a telefonját, látta, hogy Vasseur ír, azt mondta, hogy teljesen kész volt, megnyitotta az üzenetet, és akkor döbbent le igazán, hogy nem ő a Covid fertőzött, hanem Kimi Räikkönen, és arra kapott utasítást, hogy legyen olyan kedves, haladéktalanul induljon el a pályára, mert neki kell készülnie a beugrásra. Ugye fejest ugrani, úgyhogy szombat reggel kapod az infót, hogy bevetésed van, és fejest ugrani rögtön kvalifikációba, az egy egészen brutális kihívás. És itt beszéltél arról, hogy 2019-ben vezetett utoljára éles Forma 1-es fronton, például kvalifikációs üzemmódban. Kapaszkodj meg, ezt megkérdeztük tőle. Azt mondta, hogy idén egyáltalán semmilyen kategóriában nem kvalifikált. Ugye a European Le Mans Series-ben versenyez, annak a versenyein sem, és a Le Mans-i versenyen sem ő futotta a kvalifikációs köröket. Azt mondta, hogy az pedig egy egészen, mert ezt nagyon mélyrehatóan elemezte, hogy a kvalifikációs üzemmód a versenyző szempontjából az mennyivel másabb, mint gyakorlatilag bármi más, amikor tényleg teljesítményorientáltan kell vezetni. És azt mondta, brutálisan teljesítményorientáltan kell vezetni, és azt mondta, hogy ez nehezítette az ő dolgát ezen a bizonyos szombaton, de ennek ellenére is szerintem nagyon szépen lehozta ezt a történetet. Jelen pillanatban, ugye hétfőn, napközben beszélgettünk most egymással, jelen pillanatban lehetett tudni, hogy Monzában ki fog abban a bizonyos Alfa Romeo-ban ülni. Azt a tájékoztatást kaptam az Alfa Romeo-soktól. Kimi Räikkönen kifejezett kérése volt az, hogy meg kell próbálni, hogy meg kell nézni, hogy mi a lehetősége annak, hogy ő adott esetben visszaüljön Monzában az autóba. Több fordulós Covid-teszt mutatványok következnek.
Ennek az első felvonása az a mai nap reggelén, valószínűleg most kora délelőtt van, valószínűleg már túl is vannak az első mintavételen, és a hét folyamán több ízben is tesztelik majd Räikkönent, több PCR-tesztet hajtanak majd végre. Ennek függvénye lesz az, hogy adott esetben megvalósul-e az ő visszatérése. Ha nem, akkor az én meglátásom, meg a mi gondolatunk az volt halva azt, hogy mik a lehetőségek, illetőleg azt, hogy milyen teljesítmény nyújtott Kubica, hogy adott esetben ő maradhat a monzai hétvégére is. Tengeren túlon teljesítmény. Hazajött már. Hogy? Hazajött már onnan. Elképesztően nagy öngörzrugott szerencsétlen. Ugye pont most jött neki ez a tengeren túli kiruccanás, ahol megállapodott a Junkos Racing. Igen. A Junkos Racing-el egy egyfutamos szereplésről, ott részt vett egy üléspróbán, meg egy... Igen, nem barátom, de az egyfutamos szereplés most hétvégén van, Monzával egyszerre. Bocsánat. Azt arra szerettem volna rámutatni, hogy ugyanakkor neki haza kellett jönnie a Nürburgringre egy esemény miatt. Tehát a hétvégét a Nürburgringen töltötte, pont ezért kapta az öngólt, hogy nem valósult meg ezzel. Pedig elméletileg, ha az előző futamokat nézzük, akkor ő lett volna beúró, mert ő volt a helyszínen, mint teszt és tartalékpilóta. Hát igen, és gyakorlatilag egymás utáni két hétvégén marad le róla egyéb kötelezettségek miatt, nem mintha egy indikár debütálás olyan rossz dolog lenne a számára, de azért valószínűleg szívja a fogát egy kicsit. Nem kicsit, nagyon. Räikkönent pedig reméljük, hogy nem fogják majd elvinni az egészségügyi hatóságok, mint ahogy az az argentin futballistákkal történt a Brazília elleni mérkőzésen, de tényleg mielőbbi gyógyulást kívánunk Räikkönennek. Külön engedéllyel hagyhatta el az országot, szavatolniuk kellett azt, hogy privát jeten utazik, elszeparálva. Igen. Azon röhögtünk, hogy ha adott esetben mondjuk mi kaptuk volna el, akkor mi lett volna, hogy mi kaptunk volna ilyen külön engedélyt. Azt mondták volna, hogy tűnés gyerekek, bezárunk benneteket a verembe, és akkor itt szépen el lesztek két hétig. Igen. Na, Sándorom, jöjjön az a rovat, amely sokak kedvence. Nagyon-nagyon sokat kedvence. Ez az a rovat, amikor Mészáros Sándor prezentálja nekünk a hétvége pusmorgását. Mi volt itt az a sztori, amiről a legtöbbet sutyorogtál a pedok népével? De láthattuk is a Formula Podcast Facebook csoportban egy fotót, ami megmutattad, hogy hogyan kell sarok mögé elbújva sutyorogni egy prominens Forma 1-es személyiséggel. A szakszerű pusmorgást igyekeztem demonstrálni egyébként. Érdekes utózőgéje lett annak a képnek. Ugye, mint tudjuk, Kimi Räikkönen COVID-tesztje után kiderült, hogy aznap este, tehát péntek este Jos Capitóval vacsorázott, és emiatt Jos Capitót is kivonták a forgalomból a hétvége hátralevő részére, pusztán biztonsági okokból, mert neki negatívak lettek a tesztjei, de mivel úgy tűnt, hogy ő adott esetben közeli kontakt lehet, ezért rajta is meg kell ejteni ezeket. Minden tesztje negatív lett, ennek ellenére úgy döntöttek a Williamsnél, hogy biztosra mennek, és nem jön Jos Capito a hétvége hátralevő részében a pedokba, és emiatt a kollégák az én véremet is azzal szívták, hogy te paroláztál Capitóval, akkor neked is menned kell-e. Mert nyilvánvalóan poén volt az egész. Nézd, több fronton pusporogtunk, több, rengeteg érdekes téma van. Én most kettőt emelnék ki, a pilóta piac az egyik, azon belül is a Williams, legyen a Williams az, amiről pusmorgunk egy picit. Bocsáss meg, azért, mert egy másik csapatról még akarunk beszélni később? Igen, nem akarunk, hanem fogunk is beszélni. A Williamsnél ugye ez most már egyre inkább körvonalazódik, hogy Alex Albon a kiválasztott, akit ők szeretnének megszerezni George Russell helyére, aki most már teljesen, tehát aki esetleg kérdésként merült volna fel az, hogy megye a Mercedeshez, vagy sem, most már nincsen semmilyen kérdés ezzel kapcsolatban, reméljük. Bár a bejelentés az csak a hét hátra levő részében fog megtörténni, tehát az olasz nagydíjat megelőző napon. Igen, hamar. Nagyon-nagyon hamar. Kedre jósolják a forrásaink ennek a bejelentésnek az érkezését, de itt most Albonról kell beszélnünk, hogy mi a helyzet Albonnal, miért akarják ennyire Albont.
És egyebek mellett erről is pusporogtunk emberekkel, hogy mi lehet az az érv, ami miatt ennyire ragaszkodnak hozzá. Nagyon egyszerű. Tehát Albon egy táj licenszel versenyző ember, de alapvetően brit. Ami ugye azért nagyban megkönnyíti a kommunikációt, nagyban megkönnyíti azt, hogy közös hullámhozra kerüljön az egyébként brit csapattal. Élvonalbeli tapasztalatokkal rendelkezik. Mert azért maradjunk annyiban, hogy azért azt a szezon csak lehúzta Max Verstappen mellett. Vagy nem tudom, egy szezon meg egy kicsi. Másfél majdnem. Majdnem nem másfél. Kevés. Nem kevés. Bizony. Illetőleg ők ugye azok abból kiindulva, hogy a Russell-lel fennállt együtt, vagy jelenleg még fennálló együttműködés hogy működött, ugye ez egy több évre visszatekintő együttműködés. Ők szeretnének hosszabb távra tervezni, tehát nem egy évre keresnek megoldást, hanem amennyiben lehetséges, akkor olyan megoldást szeretnének, akire több éven keresztül számíthatnak. Albon, az pont ez a kategória. Tehát a Williamsnél a célkeresztben Alexander Albon áll. És hova lett Nick de Vries a célkeresztből? Áthelyezték, képzeld el. Más irányba lett. Egy másik célkeresztben. Egy másik irányba lett ő elpozícionálva, ám de bár még mindig nem kizárt az sem, hogy tehát az Albon lenne a Williams célja. És célpontja. Pontosan azért, mert neki már van tapasztalata, Nick de Vriesnek pedig nincs Form 1-es tapasztalata. Akárhogy is F2-es bajnok, formulai világbajnok, a két embert, te nagyon jól tudod, meg többször is méltattam Nick de Vries munkásságát a Formula Podcastben. Én magam is nekik, a Williams-eseknek szegeztem ezt a kérdést, hogy de hát miért nem őt, és ez volt az egyértelmű magyarázat, amit el kell, hogy fogadjunk. Olyan ember szeretnének, akinek már van tapasztalata, aki fiatal, és akivel több évre tervezhetnek. Nick de Vriesnek pedig, bár Toto Wolff továbbra is tartja, ő továbbra is üti a vasat annak érdekében, hogy ha úgy alakul, akkor a Williamsbe pozícionálja be Nick de Vriest. Ugyanakkor a másik alternatíva, amit szeretne meglovagolni, az Alfa Romeo. Abban az esetben, hogyha a Williams-el semmilyen formában nem sikerül megállapodni, annak ellenére, hogy egyébként a két társaságot szoros kapcsolat fűzi egymáshoz. Ugye erről több ízben is beszéltünk már, hogy mi azt látjuk, hogy mintha ez az új Williams vezetés, ez szeretné valamilyen, amennyire csak lehet, szeretné függetleníteni magát attól a befolyástól, amit a Mercedes a korábbi években Toto Wolff révén, amivel Toto Wolff rendelkezett a Williamsnél. Ők szeretnék magukat ettől egy kicsit függetleníteni, ami teljesen érthető. De Vries számára pedig az Alfa tűnik jelen pillanatban potenciális landolási területnek, ahol ő leszállhat és elkezdhet Form 1-es pályafutást építeni. Az információink szerint ott a top listát azt ő vezeti. A második. Ugye most itt konkrétan Antonio Giovinazzi helyéről beszélünk. Igen. Antonio Giovinazzi helyéről beszélünk, akiről viszont azt halljuk, hogy 99,9% hogy elveszíti a helyét az Alfa Romeo-nál. Köszönhetően annak, hogy a Ferrari befolyása megszűnt a Sauberes fronton. Giovinazzi is ott van még a jelöltek között, a második számú, vagy a második autónak a jelöltjei között, de nem, ő tűnik a leggyengébb esélyekkel rendelkezőnek. A top listát ott Nick de Vries vezeti, információink szerint Guan Yu Zhu is az esélyesek között van, ott állítólag komoly lobby mozdult meg. Van egy jelentősebb pénzügyi csomag is, összerakódott ott a háttérben, nem a fecske hordta össze, megnyugtatok mindenkit. Nem a fecske hordta össze azt a kis pénzügyi csomagot, ami ott körvonalazódott az idei évben, és ott összerakásra került a papa által, de állítólag a Forma egy felső vezetői szintjén is kifejezetten örülnének annak, hogyha egy kínai pilóta lehetőséghez jutna versenyzőként a Forma 1-ben. Mindenféleképpen meg kell említeni, és a top 3-ban szerepel a kívánság listán Theo Pourchaire, aki remekel idén is, azok után, hogy tavaly gyakorlatilag üstökösként robbant be a formautózásnak
az égboltjára, neki ugye Fred Vasseur, a csapatfőnök az, aki fogja a kezét, és itt sajnos a listán a mi forrásaink szerint csak a negyedik helyen van Antonio Giovinazzi, aki kapaszkodj meg, a mi értesüléseink, a formula értesülései szerint az Indikárban kacérkodik olyannyira, az Indikárral szemezget és ott folytat tárgyalásokat. Forrásaink szerint az olasz nagydíj és az orosz nagydíj között el is látogat Amerikába, ahol részt vesz majd egy promóciós rendezvényen Colton Herta társaságában. Na hát, milyen érdekes? igen. Ez jelenleg így áll ez a történet. Ugyanakkor beszéljünk, mert a pusmorgás, a pilóta piacot most hagyjuk, beszéljünk egy picit a holland nagydíj jövőjéről. Legyen hosszú és gyümölcsöző. A holland nagydíj, én azt gondolom, hogy azok után, amit most láttunk itt a hétvégén, azok után nagyon nehéz azt elképzelni, hogy ez a verseny az adott esetben ne kerüljön be a jövőben is a kalendáriumba. Azok olyan információkat kaptunk a hétvége folyamán prominens személyiségektől, hogy már a 2022-es naptártervezetben is szerepel. A dolgok jelenlegi állása szerint viszont nem szeptemberi dátummal, hanem májusival. Mégpedig abban a formában, hogy a tervek szerint ez a verseny nyithatná a szezon európai szakaszát május 22-én, talán május 22-e, az vasárnap lesz. Ilyesmi. Május 22-ét hallottam egy olyan embertől, aki azért elég közel van a tűzhöz. Igen, május 22-e. Tehát ez gyakorlatilag egy héttel lenne a monakói nagydíj előtt. A tervek szerint ez a verseny nyitná az európai szakaszt. Ugyanakkor ez a prominens személyiség, ez arra tett utalást, hogy ők nyilvánvalóan nem fognak a kardjukba dőlni akkor sem, hogyha erre kapnak lehetőséget, hogy szeptemberben rendezzék meg a versenyt. Egy dolog biztos, hogy úgy tűnik, hogy a holland nagydíjnak lesz helye a Forma 1-es menetrendben. A legjobb emlékeim szerint tavaly 2020-ban így debütált volna a holland nagydíj, hogy európai szezon nyitó helyszín, május elejé dátummal, aztán történt, ami történt, ugye mindannyian tudjuk, mi történt. No, hát köszönjük szépen a pusmorgás pápának, ahogy a Formula Podcast Facebook közössége hív téged. Köszönjük a legfrissebb... Szenzációsak vagyunk. Köszönöm szépen ezt a becenevet. A legfrissebb morzsákat, most viszont. Áttérhetünk-e a pontozásra, barátom? Bizony. Essünk jó. Neki. Essünk neki keményen, és... Expressben. Megteszed, hogy elkezded a Mercedes pontjaival? Miután sikeresen előbányáztam a végeredményt, el is kezdeném. Tehát a Mercedesnél Lewis Hamilton teljesítményét 9 pontra értékeltük, Valtteri Bottast pedig 8 pont az, ami a neve mellett szerepel, és ugye az még róla még fogunk beszélni ebben az adásban. Hát, hogy ne. Red Bull-lal megyünk tovább, Max Verstappen 10 pontjához azt hiszem, hogy kétség sem férhet. Sergio Perez pedig, hát mi nem választottuk a napversenyzőjének, összesen 4 pontra értékeltük az egész hétvégi produkciót. A vártnál talán haloványabban teljesítő McLaren... Te szépen fogalmaztad meg ezt. Én ezt sokkal csúnyábban fogalmaznám meg. bocsánat. Nem akarok durván fogalmazni. Maradjuk ennyiben. De vártnál haloványabban teljesítő McLarennél Lando Norrisnak 6,5 pontot adtunk, Daniel Ricciardónak pedig, aki Max Verstappen szurkolói eszközökkel pozőrködött vasárnap, azzal hergelte a tömeget Zandvoortban, 5,5 pont szerepel a neve mellett. Következik az Aston Martin, hát ezt ők se teszik ki az ablakba ezt a hétvégét. Lance Stroll nagyon-nagyon semmilyen hétvégével érdemelt ki 5 pontot. Sebastian Vettelnek pedig voltak felvillanásai is, viszont ugye az verseny egyetlen sárga zászlóját ő csalta elő egy klasszikus Seb spinnel. Hát végül ő is 5 pontot kapott tőlünk. Nem volt jó ez az egész, srácok. Menjünk tovább. A mezőny konkvisztádora, a hármas kanyar ördöge Fernando Alonso 8,5 pontot kapott tőlünk, Esteban Oconnak pedig 7 pontot adtunk. Nem tudok vitatkozni vele, és nem is akarok. Úgyhogy megyünk tovább a Ferrarira. Ez alapvetően nem volt rossz.
Azt mondhatnánk, különösen ami Charles Leclerc-t illeti, őt 8 pontra értékeltük. Carlos Sainznál azért voltak bajok, ugye volt a hétvége során autótörés is, a futamon ő kikapott Alonsótól, ő végül 6,5 ponttal távozik legalábbis tőlünk. Hát az egy nagy csörte volt, ez a Sainz-Alonso csörte, nem? A hajrát azt megédesítette. Carlos Miquel, a Márka című spanyol lap tudósítójának az egyébként is kevés hajából még hullott ki néhány szállott közben, amikor figyelembe kísérte, hogy mi zajlik ott a mezőnynek abban a szegmensében. Alfa Taurival megyünk tovább. Pierre Gasly, biztos fogunk megint kapni érte. 9,5 pontot adtunk az egyik. Szerintem lesz, aki azt fogja föltenni, hogy miért csak ennyi, és lesz, aki azt fogja föltenni, hogy miért ilyen sok. Igen, nem tudjuk úgy csinálni, hogy mindenkinek jó legyen. Yuki Tsunoda 4,5 pont. Köszönjük, viszlát, vagy hogy szoktuk ezt mondani. Ilyenkor Alfa Romeo következik. Antonio Giovinazzi hihetetlen jó időmérőt futott, ugye karrierje legjobb rajthelyét állította be. Talán nem véletlen, hallod? A sajtóteremben beszélgetve, meg a pilótapiaci pletykákat hallva, talán nem véletlen. Az emlékszel arra, amikor Räikkönent tájékoztatták arról, hogy itt a vége? Monzában? Akkor, amikor a Ferrari-tól távozott? Uh-huh. Megmondták neki szombat este, hogy akkor ennyi és nincs tovább, az év végén elköszönünk egymástól, és másnap izomból vert oda Fettelnek a rajtnál. Ez picit olyan érzése volt az embernek Giovinazzival kapcsolatban is, hogy mintha érzékelné azt, hogy nem feltétlenül jó irányba haladnak a dolgok, és azt mondta volna magának, hogy akkor most vagy soha. Picit olyan érzése volt az embernek ezzel kapcsolatban. Könnyen meg lehet, hogy ez ebből fakadt a dolog, mindesetre remek időmérő, utána rajtnál szegény beszorult, és hát aztán meg a realitás végül győzedelmeskedett felette, mármint az a realitás, hogy ez az Alfa Romeo összességében azért nem egy jó autó, ezt nehéz lenne állítani. 7 pontot adtunk Giovinazzinak, még a szenzációs beugrás produkáló, beugróhoz képest szenzációsan produkáló Robert Kubica 7,5 kapott. Ő volt az, aki rámutatott erre kerek perec kőkeményen az időmérőn, hogy nem csak az jelent handicapet számára, hogy beúróként kellett helytállnia, hanem az is, hogy ez az autó, ez egy sokkal-sokkal-sokkal nehezebben kezelhető autó, mint például a tavalyi volt. Ő ezt kőkeményen kidomborította, hogy ez egy nem egy kezes bárány, ez az Alfa Romeo. Ez nem egy kezes bárány. Nos, most következik a Williams, ahol hogy is ment a poénkodás a Formula Podcast Facebook csoportban, hogy túl erős lett a fiúknak. Ugye zúztak a Williams-es srácok. George Russellnek 6 pontot adtunk, és Nicholas Latifi is 6 pontot kapott tőlünk erre a hétvégére. Igen, ugye nekem az fájt a legjobban úgy szóval a Williams teljesítményében, hogy az időmérő az időmérős produkció tulajdonképpen rendben volt, de lehetett volna sokkal jobb. És tehát egy ilyen hiányérzet maradt bennem. Ugye azáltal, hogy végül mind a ketten odaverték az autót. Russell kicsit, Latifi nagyon, de hát Russellnek is inkább szerencséje volt, mert ő is ugyanúgy eldobta, mint Latifi, csak a károsodás lett kisebb. És maradt ebben a hétvégében Williams részről. Azt sem kizárt, hogy akár pontszerzés is. Ugye Russell végül nem tudta befejezni a futamot. Ki tudja, hogy miért utolsó előtti körben állt ki. Na, hát ez van, de hát így is két csodálatos hétvégén van túl a Williams. Mindig nem lehet. Sajnos ott még nem tartanak, hogy mindig csodálatos legyen. És akiknél ismét nem volt csodálatos a helyzet, végül az pedig a Haas. Hát itt megint volt baj a fiúkkal. Viselkedés zavarok voltak itt a pályán, elsősorban egymással szemben. Végül Mick Schumachert 4, Nikita Mazepint pedig 5 pontra értékeltük, hangot adva azon meggyőződésünknek, hogy ennél kicsit civilizáltabban kéne közlekedni egy versenypályán. Azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül pusmorgás, mert mindenki láthatta, hogy mi történt ott, viszont ennek a hétvégének az egyik kétségkívül az egyik legérdekesebb szüsszenete volt az, ami a háznál zajlott ott, ugyanis kezd forráspontra kerülni
a két versenyző kapcsolata. Alkalmam nyílt beszélgetni Günther Steinerrel, aki most már lassan kezd kifogyni az ötletekből, hogy hogyan lehetne megzabolázni ezt a két féktelen vadóc újoncot. Én arra számítok, hogy rövidesen, záros határidőn belül ott durvább összetűzések is lesznek majd a pályán. A két ember annyira távol van már egymástól, mint csapattárs. Tehát, hogy tényleg ezt lehet azt mondani, hogy talán ez olyan irányba ment el ez a kapcsolat, hogy ezt már nem lehet visszacsinálni. Ha belegondol Steiner abba, hogy napokon belül kiküldik a közleményt, hogy mind a két versenyző marad 2022-re, szerintem szállanként kezdi el kicibálni a haját, hogy mit, a saját haját, hogy mit fog velük kezdeni 2022-ben is. Mielőtt rátérnénk arra, amit itt már legalább ötször megelőlegeztünk, arra nagyon fontos dologra, amiről majd mindjárt beszélni fogunk, előtte még következzen az utolsó állandó rovata a futamértékelő adásoknak, a külön díjak átadása, és Sanyi, arra kérnélek meg, hogy ezt te kezd meg ezúttal. Én adnék egy nagy organizátor külön díjat a holland szervezőbizottságnak. Itt azt lehetett hallani, hogy itt Armageddon lesz ezen a hétvégén. Közlekedési káosz, itt tényleg olyan szörnyű dolgokat vizionált mindenki, még a holland sajtó is ezzel a Zandvoorti versennyel kapcsolatban, hogy ez akár botrányba is fulladhat. Tehát körülbelül olyasmi káoszt jósoltak, mint amilyen a visszatérő francia nagydíj idején tapasztalható volt Le Castellet-ben, hogy emberek ragadnak az úton, és bedugul a kördék, és vége mindennek. Csodálatosan lezongorázták a hollandok. Mindenütt volt elegendő, segítő, önkéntesek, a forgalom szervezés, tényleg csak szuperlatívuszokban lehet beszélni. Én az egyik cikkben úgy fogalmaztam, hogy az embernek picit olyan érzése volt itt a környéke kapcsolatban, mintha örkényben az Euroringen szerveznél Forma 1-es nagydíjat. Annyira szürreális volt, hogy ezen a picike helyen egy ilyen grandiózus esemény zajlik, de tényleg gyakorlatilag én magam egyetlen másodpercet sem töltöttem dugóban. Sehol. A hétvége folyamán, úgyhogy én szeretném a kalapomat megemelni a holland szervezők előtt, így kell csinálni. Persze, ebben valószínűleg az is benne van, hogy a helyi nézők 88%-a kerékpárral érkezett. Rengetegen jöttek, külön média kerékpár parkoló is volt, mert voltak olyan kollégák, akik bevállalták, hogy kerékpárral közlekednek a környező településekről a pályára. Óriási. Na, hát nekem is lenne itt külön díjam, az egyik a hétvége tűzoltója, Sebastian Vettel, akinek, hogy mondjam, van valami sajátos bája annak, amikor egy versenyző a saját autóját elkezdi oltani. Heikki Kovalainennek volt egy, etva 10 éve egy ilyen legendás, emblematikus jelenete. De ez nem mindig sül el jól. Gondoljunk csak szegény Taki Inuére, akit elgázolt egy beavatkozó autó, amikor megpróbálta saját autóját eloltani. És hát ha minden igaz, akkor Vettel is jobban tette volna, hogyha ezúttal nem próbálkozik meg ezzel. Mennyit hallottál arról, mi történt ott az ominózus tűzoltásnál? Egy dolog biztos, hogy a német tűzoltóság véletlenül nem Sebastian Vettelt fogja szerződtetni a következő munkaerő felvételkor. Egyébként a sajtóteremben meglehetősen nagy volt a felhördülés ezzel kapcsolatban. Többen is arra az álláspontra helyezkedtek, hogy gyakorlatilag a Vettel akadályozta a szakszerű gyors beavatkozási munkálatokat, ami hát nem biztos, hogy a legetikusabb módja. Nyilván vannak élethelyzetek, meg szituk, amikor ez jól veszi ki magát, meg tényleg segítség, hogyha a versenyző is bekapcsolódik a munkálatokba, de nekem itt inkább az volt a benyomásom, hogy mintha inkább akadályozná azt, hogy itt a történet az minél hamarabb le legyen tudva. Aztán utána meg ment belőle a puffogás, mert gyakorlatilag amiatt, hogy ott ragadt az Aston Martin, ezzel együtt ugrott az első szabad, az ismeretlen pályán az első szabad edzésnek a jelentős része. Én még egy apró külön díjat adnék át, a hétvége beszólása azon drága kollégám, ha szeretne majd coming out-ol a Formula Podcast csoportban az adás posztja alatt, aki miután ugye a szabad edzésen megvolt a Mazepin, ugye Nikita Mazepin megforgása, utána Sergio Pereznek megvoltak a hibái, majd miután a nagy díjon Sebastian Vettel is megpördült, annyit írt nekem a drága kollégám, hogy na, most már minden bohóc előadta a saját műsorszámát, úgyhogy akkor mehetünk tovább. Én nagyon-nagyon jót röhögtem ezen. Na de, eljött-e az idő, barátom? Igen. Hát akkor... Tedd meg a bejelentést.
Hát ezt a bejelentést megtették nem annyira régen, sőt egészen mostanában. Miszerint Valtteri Bottas 2022-ben is a Formula 1-ben versenyez majd, de immár nem a Mercedesnél, és más megközelítésben az Alfa Romeo-nak 2022-ben is lesz finn pilótája, de már nem Kimi Räikkönen. Ebből azért valószínűleg mindenki összerakta, hogy Kimi Räikkönen utódlására 7-es helyett a 77-es érkezik, azaz Valtteri Bottas érkezik, aki 5 év után hagyja ott a Mercedes csapatát. Sejteni lehetett? Sőt, ahogy teltek múltak a hetek, egyre biztosabbak lehettünk abban, hogy Bottas távozni fog a Mercedes-től, és ugye nagyon sok jel mutatott abba az irányba, hogy ő az Alfa Romeo-hoz tart. Volt itt másik forgatókönyv, jelesül a Williams, abban azért biztosak lehettünk, hogy Toto Wolff minden követ meg fog mozgatni, hogy a Formula 1-ben tartsa Valtteri Bottast. Mivel, hogy üzleti érdekeltsége fűződik Valtteri Bottas szerepeltetéséhez. Akkor a haverok, hogy ezt muszáj pár millió euró árán is megtennie, hogy ne, elég komoly érdekei fűződnek hozzá. És hát a két történet közül végül az Alfa féle sztori lett az erősebb, és lett a befutó. Így visszatekintve, mikortól tekinthettük ezt biztosnak, hogy az Alfához kerül Bottas? Vagy mondjuk 99,8%-ig biztosnak. Mert egy-két hete ez már úgy ott van a levegőben. Nekem, vagy mondhatom úgy, hogy nekünk, ugye ezt szerintem mondhatjuk ezt, hogy mi gyakorlatilag erre az álláspontra helyezkedtünk már azért már jó régen. Tehát most szeptember 6-a van, a Formula archívumában föl lehető az a július 3-án reggel megjelent írás, amiben vizionáltuk ezt a forgatókönyvet, hogy Kimi Räikkönen visszavonul, és a helyére Valtteri Bottas érkezik. Ezt nem titok, egy versenyző menedzsertől, egy pilóta menedzsertől kaptam ezt az információt Spielbergben. Gyakorlatilag előtte. Július 2-án, a délutáni órákban egy kávézós beszélgetés közben mondta nekem azt, hogy rá vagyunk hajtva az Alfa volánra, de úgy tűnik, hogy nem fog összejönni, azért, mert a Bottas eljön a Mercedes-től, és ide tárgyalgat, mégpedig nagyon nagy erőkkel. Ez akkor szürreálisnak tűnt meg az emberben, azért ilyenkor benne van ott a fölmerül a kérdőjel, meg a kis ördög ott baszíroz belülről, hogy te jó Isten, ez létezik, mert ez első neki futás, ez teljesen szürreálisnak tűnt. Teljesen totálisan szürreálisnak tűnt. Aztán azt a délutánt, meg azt az éjszakát, azt azzal töltöttük, hogy a különböző forrásokat ellenőrizgettük, hogy mik a tények, illetőleg mik az esélyek, hogy ez megvalósulhat-e egyáltalán. Aztán annak a bizonyos napnak, a szombati napnak a reggelére ez kikristályosodott, hogy itt bizony valóban már hetek óta tartó tárgyalások vannak a felek között, tehát a Bottas féle menedzsment, amit ugye Didier Caton vezet, illetőleg az Alfa Romeo vezetése között, a Sauber vezetése között. És a kulcs tulajdonképpen az lett ebben a történetben, hogy a Sauber egyik nagyon nagy befolyásos társtulajdonos, a bizonyos Finn Rausing, aki egy svéd milliárdos üzletember, ő gyakorlatilag jó viszonyt ápol Valtteri Bottasszal, és ő tett pontot az ügynek a végére, amikor azt mondta, hogy ha ti tudtok dolgozni együtt, akkor áldásom rája, hagy szóljon. És azért ez már az, hogy mikor szentesítették a szerződést, az a nyári szünetben történt meg. Viszont már úgy mentünk el a nyári szünetre, hogy nekem minden forrásom azt mondta, hogy az összes kondíció, az összes feltétel az ég egyet a világon, minden le van tárgyalva ahhoz, hogy ez a megállapodás ez létrejöjjön. Ez a megállapodás ez létrejött. Mondhatjuk azt, hogy sokszor mondjátok azt, hogy itt pusmorgunk, meg nem mondunk semmit, hát ezt konkrétan mondtuk, tehát azért néha a pusmorgásnak is van értelme, meg van alapja. Az, hogy mi ebben a ráció.
Bottas egy olyan közegben versenyezhet, ahol lényegesen kisebb lesz rajta a nyomás. Mert lényegesen kisebb lesz rajta a nyomás, senki nem azt fogja várni tőle, hogy itt a világbajnoki címért fog harcolni. Meglátjuk, hogy ki lesz a csapattársa, erről már beszéltünk. Én magam arra számítok, ezt mindig is hangsúlyoztuk, hogy Valtteri Bottas egyáltalán nem kutyaütő autóversenyző. Én arra számítok, hogy valami olyasmi hatása lehet ennek a lépésnek, mint ami mondjuk Pierre Gaslyval történik az Alfa Taurinál. Hogy ebben a közegben, ahol lényegesen kisebb a stressz, lényegesen kisebb a nyomás, ott képes másodvirágzásnak indulni, és láthatunk még tőle nagy dolgokat, meg szép dolgokat a versenypályán. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a létező legjobb dílt hozta tető alá Valtteri Bottas. Nyilván jó lett volna őt látni újra a Williamsnél, viszont én azt gondolom, hogy amit, ahogy meg is fogalmaztam az adás korábbi részében, hogy a Williamsnél szeretnének hosszabb távra egy fiatalra támaszkodni, itt pedig az Alfánál szerintem pont erre van szükség, hogy egy olyan ember jöjjön, akinek van élvonalbeli tapasztalata, aki már bizonyította azt, hogy tud futamot nyerni, és adott esetben egy kicsit jobban gatyába tudja rázni ezt a társaságot, mint amire a félig már nyugdíjban lévő Kimi Räikkönen képes volt az utóbbi években. Most anélkül, hogy nagyon hosszan belemennénk ebbe, de szeretném fölemlegetni azt a csodálatos pillanatot, amikor pályatársunk, hogy így mondjam, által úgy nagyjából 2 hónapja le lettünk hülyézve kollektíven, meg még egy-két külföldi kollega is, hogy miért állítjuk ezt az ökörséget, hogy Bottas az Alfa Romeo-hoz tart. És itt a fő probléma, kérdés, felvetés az volt, hogy ugyanaz Alfa Romeo-nak miért kellene egy ilyen Bottas-féle levitézlet pilóta. És ugye erre akartam itt rácsatolni, amit mondtál, hogy bizony van az a helyzet, amikor valakinek egy adott helyen nem megy, és egy másik helyen meg megy. Ahogy ezt láthattuk Gaslynál, ahogy ezt láthattuk, akár azt is mondhatom, hogy Kimi Räikkönennél, mert ugye neki ez első alfás éve, ne feledjük el, az nagyon szuper volt. Utána sajnos elfogyott, meg talán meg is öregedett, de az első alfás éve az nagyon rendben volt neki. És ugye az itt még a kapocs közöttük, hogy és Bottasnak is talán ez is sokat jelenthet, hogy ő egy olyan helyre megy, ahol első számú pilóta lesz, sztárpilóta lesz, akár azt is mondhatjuk, mert jelenleg a Mercedesnél nem az, hogy első számú pilóta, persze, hogy nem az, de igazából a sztárpilóta megfogalmazás sem merném Bottasra használni az Alfánál, viszont ezt ő felépítheti magának, és hogyha a Formula 1-es világbajnok már nem is lesz belőle, mert ezt most már innentől igencsak valószínűtlennek érzem ezt a forgatókönyvet, hogy az lenne, de a karrierjének a hosszabb távú építése szempontjából gondolva, akár a Formula 1 utáni érára bizony neki nagyon fontos évek következhetnek, hogy ugyanúgy visszaépítse a renoméját, ahogy ezt megtette Pierre Gasly. Nagyon-nagyon jó párhuzam volt. Annyira nem hiszek benne, olyan értelme, hogy ő akkora csodákat csinálna majd, mint Pierre Gasly csinált az elmúlt másfél évben. Én nem is de, ezt mondtam. De a párhuzam, én azt, tudom. Másodvirágzásnak indul. Igen, de azt a megtépázott hírnevet visszaépíteni, azt arra bizony minden lehetősége megvan, és igenis az Alfa Romeo-nak egy ilyen versenyzőre van szüksége, akiben ég a tűz és ég a vágy, hogy ezt megtegye. Aztán, hogy ki lesz a csapattársa? Hát bárcsak tudnánk. Ugye erről beszéltél már ma. Én nagyon-nagyon nagy örömmel látnám Theo Pourchaire-t is akár, de tegyük hozzá, hogy ő csak 18 éves, most töltötte a múlt hónapban, tehát iszonyúan ráér. 1-2-3 évet bőven ráér. De ha mondjuk Theo Pourchaire-t választja az Alfa, teszem fel, Theo Pourchaire-nek egy szenzációs tanítómestere lenne Valtteri Bottas személyében. Nagyon-nagyon sokat tudna tanulni az élvonalban pallérozódott, meg az élvonalban tapasztalatokat szerzett Valtteri Bottas mellett. De ez nyilván Nick de Vriesre is igaz, aki Pourchaire-nél tapasztaltabb, meg hát mégiscsak akárhogy is, de világbajnok, Formula E, tudjuk, eléggé kibeszéltük a nyári szünetben Bognár Viktor kollégával, hogyha nem hallottátok, hallgassátok vissza a Formula E adásunkat. Eszement körülmények között, de akkor is megnyert egy világbajnoki rangú sorozatot Nick de Vries, de hát a Formula 1 szintjén azért neki is bőven lenne mit tanulnia. Megint azt mondom, a Bottas-de Vries páros, az úgy nem, tehát az úgy nem hangzik rosszul, ez egy jó masszív páros. Mind a kettő Toto Wolff pilóta.
aztán utána meg mindenkinek a képzeletére bízunk, hogy ebből mit lehet kihozni a jövőre nézve. A lényeg az, hogy ez a nagy pilóta piaci dominó, ez elindult, Räikkönen visszavonulásának a bejelentésével, folytatódik most Valtteri Bottas szerződésének a bejelentésével. Érkezik Russell bejelentése, és utána még maradjunk annyiban, hogy a pilóta piacnak ebben a bizonyos szegmensében, ahol a Williams és az Alfa Romeo érintett, itt elképesztő küzdelem zajlik, olyat, amilyet már nagyon-nagyon régen nem láttunk, és ez maradjunk annyiban, hogy bizonyos tekintetben része a világbajnoki küzdelemnek is, ami a Red Bull és a Mercedes között zajlik. Hát hogy ne lenne az? Egy utolsó kérdést hagyd tegyek még fel, visszacsatolva itt egy korábbi témára, és akkor ezzel kerekítsük le az adást. Itt ér össze ugye a Bottas sztori, meg a holland nagydíj története. Hogy is volt ez ezzel a leggyorsabb körrel? És nem csak erről az egy körről akarok én beszélni, hanem innen exponálhatunk kicsit a szezon egész hátralévő részére. Mire számíthat Bottastól innentől kezdve a Mercedes, illetve Lewis Hamilton? Ugyanarra, mint eddig, vagy ez a bizonyos leggyorsabb kör megfutás előszele volt valami egyfajta keménykedő Bottasnak, a Bottas 4.3-nak? A helyzet az, Bottas úgy magyarázta, hogy neki már birtokában volt az az információ, hogy Lewis Hamilton is kereket cserél majd, és kísérletet tesz a leggyorsabb kör megfutására. Aha. Azt mondta, hogy ő már benne volt ebben a bizonyos körben, amikor szóltak neki, hogy akkor meg nem merje futni a leggyorsabb kört, mert azzal a Hamiltontól veszi el a bónuszpontot. Azt mondta, hogy ennek ellenére ez megtörtént, de úgy történt meg, hogy ő tisztában volt azzal, hogy a Hamiltonnak lesz válasza erre. A sajtótájékoztatón látva, halva ezt, én azt gondolom, hogy ez ugye tegnap történt. Ma pedig érkezik a bejelentés, ez egy picit volt benne kekeckedés, egy picit volt benne szurkálódás, viszont amennyire sokat köszönhet Bottas Toto Wolffnak azzal kapcsolatban, hogy mégiscsak lesz neki jövője a Forma 1-ben, és hosszabb távú, mert ugye ez egy több évre szóló szerződés, amit az Alfával aláért, én nem gondolnám, hogy ő át fog menni tehát nem gondolnám, hogy azt a játékot fogja játszani, hogy akkor tegyünk keresztbe a csapattársunknak, ahol csak lehet a szezon hátra levő részében. Ez csak egyfajta felvillanás volt, egy ilyen mini erődemonstráció volt az ő részéről, azzal kapcsolatban, hogy tudok én, ha akarok, meg ha van rá lehetőségem. Nekem legalábbis így tűnt. Nekem is persze, csak másfélől meg tényleg furcsa volt, hogy ha úgy van, ahogy Bottas állítja, hogy ő már tudta, hogy majd jön Hamilton, és akkor miért szóltak neki legalább kétszer, mert ugye kétszer játszották be, hogy hello, lassan, hello. Tehát, nem nagyon áll össze ez a sztori, de mindegy, végül is a nagy egész szempontjából, különösen úgy, hogy Hamilton aztán ott odavágott egy olyan leggyorsabb kört, hogy ehaj, nagy jelentősége nem is volt. És, Sanyikám, ugye tudod, mi következik? Minden egyes alkalommal ilyenkor kérdezem meg tőled, hogy kívánsz-e még az utolsó szó jogán mondani valamit, vagy térjünk át a búcsúzásra. Búcsúzzunk, mert nekem rohannom kell a Schiphol reptérre. Bocsánat. Rohannod kell a repülőtérre, azt mondod, ez azt jelenti, hogy váratlanul Magyarországra látogatsz? Kénytelen vagyok. Fantasztikus, de nyugtass meg minket, hogy Monzában már újra a helyszínen fogsz pusmorogni. Iparkodom, ennyit tudok ígérni. Úgy legyen. Hát köszönjük szépen, hogy itt a hétfő délelőttödet rászántad erre a beszélgetésre, és nektek pedig azt köszönjük, hogy bármikor is hallgattátok meg, akkor ezt a 80-85 percet ránk szántátok. Ez volt a holland nagydíj értékelője, illetve Valtteri Bottas és a Mercedes nagy bejelentésének a rövid értékelése. Őszintén megmondom, nem tudjuk jelen pillanatban megmondani, hogy mikor is találkozunk legközelebb. Egy dolog biztos, hogy legkésőbb a monzai olasz nagydíjat követően. Addig is, ugye tudjátok, merre kell menni. Mondom a kulcsszavakat: formula.hu, autosport és formula magazin, patreon.com/formulapodcast és a Formula Podcast Facebook csoport. Ezeket az oldalakat, illetve virtuális és valós újságokat próbáljátok nézegetni a következő napokban is, hogy Betlen Tamás elnyűhetetlen főszerkesztő, aki nagy szeretettel üdvözöl titeket, nagyon boldog legyen, mi pedig
Nagyon-nagyon köszönjük a munkát Hilbert Péter kiemelt főtechnikusnak, aki az utómunkát végezte, és Fűzi Andrisnak, a Formula magazin aranytestű istenének a remek borítóképekért. Azt hiszem, nincs más hátra, mint azt mondani, amit ilyenkor mindig kötelességszerűen elmondunk, hogy szeressétek nagyon az autósportot. Köszönjük a figyelmet, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok, ciao! Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com/formulapodcast.